Idén is megtartotta a Dédiné Kulturális Központban a Györfi Néptánc Gálát a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda. Szinte zsúfolásig megtelt a művelődési központ. Szülők, nagyszülők, barátok kíváncsian várták a színvonalas, színpadi műsorokat. A részletekről az intézmény vezetője Kovács Miklósné tájékoztatta televíziónkat. A mai napon a 24. Györfi Néptánc Gálára kerül sor, amelynek iskolánkban már nagy hagyománya van, hiszen az iskolának a pedagógiai programjába már 1999-ben bekerült, és tulajdonképpen majdnem onnan minden évben megrendezésre kerül. Ezen alkalommal a gyerekek számot adnak arról, hogy mit tanultak az adott tanévben. Igazgatóasszony hozzátette, hogy a néptánc oktatása testnevelés órákon belül valósul meg. Ezek az alkalmak kiválóak a gyerekek mozgás koordinációjának kialakítására, fejlesztésére. A tánc tanulás fejleszti a testtartást, a ritmusérzéket és a térérzékelését is. A rendszeres mozgás ráadásul egészségügyi szempontból is előnyös a gyerekek számára. A gálán minden iskolás gyermek, sőt még egy óvodás csoport is megmutathatta magát a színpadon. Az esemény során mintegy 400 gyerek és 17 koreográfia volt látható. Én úgy gondolom, hogy a magyar népi hagyomány értéktárában óriási szerepet képvisel a néptánc, és nem csak a néptánc miatt tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek tanuljanak meg néptáncolni, hanem ezek nagyon sok olyan kompetenciáikat, készségeiket, képességeiket fejlesztenek, amelyeket nem csak itt az iskolában, hanem majd a későbbi életükben, akár a karrierjükben, a saját családjukban is nagy hasznát veszik majd. Ahogy igazgatóasszony mondta, a néptáncról sokaknak elsősorban a hagyományőrzés jut eszükbe, nem véletlenül, ugyanis a néptáncnak köszönhetően már kisgyerekkorban meg lehet ismertetni a gyerekekkel a népművészet egyik fontosságát. A 24. Györfi Néptánc Gálán színvonalas műsorszámokat láthatott a nagy érdemű, az esemény végén a közönség vastapssal jutalmazta a gyerekek színpadi műsorát.